Deixa eu ver uma coisa. Elértem gyerekek, mert mindjárt írjátok, nincs bekötve az öv. Sziasztok! Most keltem. Jó megy sorsod? Sziasztok! Nekem nem megy a live. Köszi Tina, hogy írtunk Messengeren. Nagyon szívesen. Hova mentek? Balaton. De hát az idő more. De bent vannak a mamiék is. Hova utaztok? Nagyon imádlak titeket. Mi jól csináltok? Hát most megyünk le Balcsira. Ott leszünk estig, úgyhogy ennyi. Nincs hangod, drágám? Nincs. Megint. Lesz vlog a mai napról? Hát szeretnénk, ja. Nálunk esik az eső, nálunk török villámlik. Csini vagy ki? Hogy vagytok? Késik a hang. Sziasztok, hol voltatok, hogy nem voltatok két napja, hiányoztatok? Hát nem voltunk otthon, mindig járkáltunk, és hát Kupika, Audi, igen. Anyudi. Csúszik nagyon. Tisztelt Tina, tisztában vagyok vele. Tudom. De jó érzem így magam. Mercis vagyok, de az Audi gyönyörű. Igen. Sziasztok, drága, én mehetek, köszönöm Szlovákiából. Siófokra mentek? Igen. Hogy nem te vezetsz, ha? Hello! Fürödtem, hajat mostam, ahogy látszik, tehát nagyon gáz a hajam, nem tudsz mit csinálni. Tina, ki ne ejtsél minket a kocsiból, ha csak nem, bízom benne. Amúgy itt szoktatok lenni, itt tartom. Úgyhogy most keltem. Jó megy sorsod, én mondom. Jó volt a buli pénteken? Ja. Nagy vihar volt. Igen, tudom, láttam. Jó látni újra titeket. Na, köszönjük szépen. Tina, iPhone 11 vagy 12-t vegyem. Szerintem a 12-t vegyed. Szia, már live-ozom a YouTube-on. Tina, hol a szemcsi? Melyikre gondolsz? Az okuláréra, a napszemüvegre? Nem hiszem. Jó, várjatok, gyerek. Á. Jó lenne, ha be vagy rekedve. Hát ja. De jó lenne pedig, ha így meg tudnám tartani. Basszus. Úgyhogy ma én főzök a maminál. Szép. Várjatok, gyerekek, megpróbálom ide besúvasztani valahogy. Tehát. Na mindegy, olyan nagy ez a telefon, bazd meg, mint egy fél tégla, de komolyan mondom. Várjatok. Én nem tudom tartani, nem jó. Hol ez a tartó? Ne, nem meleg a hajad? Nem tudom. Jaj, hát kicsit néha, amikor meleg van. De most azért van leengedve, mert most mostam meg. Mondom, hagyd száradjon. Már azt hittem. Na, Biras, csináltam, ahogy te készíted. Na és milyen lett? Sziasztok, végre tudok nektek írni. Régóta nézem a... Nektek írni. Videótokat, jó fejek vagytok. Nem baj, meghíztál, így vagy a legszebb. Most keltem, mert tegnap Pesten voltunk. Sziasztok, nem úgy volt, ma Siófok lesz? Vagy lemaradt? Az oda megyünk! Siófokra. Miért törölted le a videót a Jampival? Mert szerzői jog sértés vagy az NMN, és muszáj voltam letörölni, vagy ők törölték. A barna haj jobban áll. Jó van-e? Zoli igen csendben van. Vezetésre figyelek, gyerekek. Milyen arra az idő? Hát várjál, megmutatom. Hát ilyen kicsit szamarkás a hangulatom. Már ma ott vagyok a jótat, kellemes pihenést. Köszi. Ma mi is veletek van. Ő már ott van, ő már nem van. Ő már iszta a koktélokat a parton. Ó, de kár, hogy nem láttam. Most pirattak.
Most már van rajtam, igen, bikini. Úgyhogy, igen. Ha minden igaz, fürdünk, ha az idő is megengedi. Ha meg nem, akkor így jártunk. Ez milyen Audi? Ez A5. A5-es Audi, gyerekek. Amit ugye mondtuk, hogy most vettük. Majd megmutassuk kívülről is, csak hát most nem tudok kiszállni az autóból. Kérlek, megmutatnád, hogy mekkora a 12 a kezedbe? Persze. Itt van, és hát ekkora. Hát, várjál, megmérem neked. Hát ekkora, így, ilyen nagy. Hát most itt van Zoli keze, és akkora. Háromajtós, igen. Millió puszi, érezzétek jól magatokat. Hova utaztok? Csak le Balcsira. Akkor ma nem főztök. Nem, mami már lent, már bulizik? Hát... Ők lent is alszanak a mamiért. Ők lent alszanak most. Ugye azért maradt el ma a maminak a konyhája. Nagyon billag benneteket Üszlovákiából. Köszönjük szépen. Ő ma lent konyházik, fiókban. Most a maminak jó megy. Gyerekek, hát én nem is tudtam, tegnap mondja nekem, gyönyörű vagy Tinus, köszönöm. Tegnap mondja nekem, azt mondja, jövő hét kimegy, és utána való kedden utazunk. Hallod, bennem esküszöm, a vér is megállt. Mondom, mert most fizettük be, már megyünk is. Kicsit para van, tudod? Mi is megyünk ma Hajdúszoboszlóra, városba is vásárolgatunk. Na, de jó, de azt te boxolj magának. Láttátok? Árnyékolgatok? Mindenjen a baba? Milyen baba? Sziasztok, kedves kéim! Gyorsan beköszönök nektek, de sajnos nem tudok maradni, mert meló van. Természetesen később visszanézem. Legyen csodás napotok, jó pihenést! Köszönjük mi, szépen! Mesikém, köszi neked is! Jó munkát! Hát vasárnap dolgozni, basszus! De jó lesz nektek, izgalmas lesz nektek a nyaralás. Hát nagyon, igen. Nagyon, ja. Hát ilyen messze, jaj, szia Tina. Tári Barnabás néven írok neked, de a párom néz. Hány kilométer Balaton-Pestről? Mert 120. Jessica, veled beszéltem a topról, ugye? Az iPhone XS Maxról, ugye? Vagy jól, nem jól emlékszem, mert nem találtam eddig, képzeld el. És takarítottuk a kocsit, és megtaláltam benne. Úgyhogy, ha szeretnéd, elpostázom neked, tök ingyen, nem kérek érte semmit. Nagyon szeretlek titeket, köszönöm. Tina, nagyon szép vagy. Szoktál kozmetikushoz járni, vagy esetleg használsz arcmaszkot? Ha igen, akkor miért? Nem velem, én állandó nézőtök vagyok, basszus. Na mindegy, azt hittem. Nem tudom, hogy kinek ígértem meg, igen. Amúgy nem szoktam kozmetikushoz járni, az arcomat én kezelem otthon. Clean and Clear-t használok minden mosakodásnál, és ennyi. Amúgy alapozó az nincs rajtam, ahogy látjátok is, csak is itt van egy ilyen arcír, vagy mi az Istenem. Nagyon alapozót nem használok, meg nincs is, kifogyott. Úgyhogy, ja, eltüntetek. Nem tűntünk el, csak hát otthon ugye Balcsira mentek, igen. De hát ez az idő, figyeld, dicsak. Bemutatom nektek Budapestet megint akkor. Ádik az a felhő. Valami nagy szakadó jégesőbe megyünk Balatonra. Ha nem is mi lennénk amúgy ezek. Ja, igen. Mutatom közben. De jó, csak az idő nem a legjobb. Tina, milyen a forgalom? Sok az autó? Hát most még annyira nem vészes. Úgyhogy gyerekek, szívesen látnák benneteket bármikor. A jövő héten is olyan durva lesz a munkában. Hát annyira már nem. Csak annyi, hogy korán kell. Igen. Tegnap nagy vihar volt Balatonon. Igen, ott eső lesz azok a felhők. Ki ne essen a telefon. Hát csak nem. Mutatom közben nektek. Budapesti City-t. Nézd, Budapestet. Most már visszafordítom. Délután megint sok eső lesz. Hallod, de amúgy mik ezek a nagy esőzések? Siófok, túlparton vagyok délután. Már jó időt írt. Köszi!
bár csak én is eljuthatnák Siófokra, sajnos nincs rá pénzem. Hát figyelj, van sok vonat, ami megy. Miért nem mész vonattal? Nem drága az úti költség, vagy ezer valamennyi? Fina most is pakol lufit? Már van neki, de azért megveszem a Patrikot. Patrikot megveszi hozzá, de jó. Van tetoválásokat? Igen. Nekem, hát közös van, mert a Zolinak is itt van. Mik ez a zene? Valahol koncert van. Szép napot, üdv, piros a maminak. Én már úgy utálom, hogy utáltam, minden nap estem voltam. Szia Tina, szép vagy nagyon. Köszönöm. Esik nálatok? Hát még nem, de szerintem fog. Úgyhogy gyerekek, ezek vannak, most megyünk. Vlog lesz. Hát Patrik, szia Timus, hogy vagy? Szia Szandró, felhúzom ablakot. Legalább nem égtek le, hát ja. Ki az autó? Hát te miénk? Húsleves. Szuper, feltöltős lájk tőletek. Köszönöm, érezzétek jól magatokat. Köszönjük. Már valahol csapolnak nagy a zene. Jótat fürödjetek, jó meleg a víz. Most igen, most fürdünk, mert hoztunk bikinit, én már fölvettem, úgyhogy hát persze az is leopárdos, mint én. Én nem tudom, mikor jött vissza ez a leopárd őrület, de imádom. Ott lesztek egész nap. Hát szerintem, ja, majd csak este gyalunk haza. Másik kettő autóval mi lett? Hát majd eladjuk. Ölmögy. Hangot. Tinus. Hát nem tudom, mi van vele. Sziasztok. Amúgy valami van a hangszalagommal, gyerekek. El kell mennem. Milyen volt a buli? Itt vagyok. Tine, egy jó romás kaját. Mikor főzöd? Hát a csőket már megcsinálom. Megcsinálom, mert a Zolival beszéltük, hogy csinálunk izét. Mennyi pénz lesznek az autók? Hát még nem tudjuk. Csinálok majd csülökpörköltet, úgyhogy az elég rossz. Hétfő vagy kedden, meg gulyáslevest, meg a franc se tudja. Mert elég keveset főztem mostanában, de most már bepótolok mindent. A szobra tovább tettétek. Föl a polcra, Tina meg Zoli. Itt vagyok a párom a Siófoki plázában. Itt van anyukád meg apukád, Zoli, most te védelnek. Ó, menj már! Milyen kocsi megmutatod? Hát Audi A5, de várjál. Hol vannak ők pontosan? Mert pont azt keressük. Pontosan azt keressük majd. Adom azokat a kajákat. Na, láttalak titeket a Váci úton pénteken olyan délután 1 körül. Komolyan? Imádlak titeket. Mentünk a csomagért. Ja, mentem az amerikai csomijéja. Gyertek fótra. Jó mulatást. Köszönjük. Akadozik a hang, érezzétek jól magatokat. Hát ez az idő most amúgy úgy lehoz, nézd meg. Rendeltem neten buta karkötőt. Miért? Van buta karkötő? Mit mondott anyád? Hogy már rendsük a nap. Jobb a jelzi, jó. Na. Megszerettem én is a leopárd mintát. A múltkor kellett vegyek egy rucit. Hova mentek? Reptére milyen autóval mentek majd? Hát majd ezzel. Nem? Taxival. Hát ja, taxival, hát tényleg, hát hol hagynánk izé 8 napig. Nem tudjuk kiizélni ezt. Sokoros csíl. Kossuth utca 39. Ott vannak. Köszi az infót. Éhes vagyok. Sötétítást még elbírna a járgány. Szeretne. Meg lesz csináltatva. Van igen, 10 euró, nem vészes. 3000 forint. Elmegyek a Buta Parkba, azt veszek 2000-ért. Nem? Micsoda? Szeretnénk menni a Buta Parkba amúgy majd. Gyönyörű vagy, Tina. Köszönöm. Siófokit Lászlába, apukád a nakléta van, nagyon stílben van. Szia, klíma biztos van benne. Mibe, a kocsiba? Persze, az új autóval, igen. Minden live-ba eszel, Tina. Hát de még ma nem is ettem. Milyen drága a taxi oda. Nem tudom. Igen. Azt se tudom, honnan indulunk el. Én amúgy semmit nem tudok kajakról. Semmit.
Hova utaztok? Balcsira? Messze van. Hát nincs közel. Reptéren remélem találkozunk, majd ott dolgozok. Na, én is remélem. Szegény, megint rekettes a hangod. Nem tudom, mi van a hangom majd, gyerekek. Itthon vagyok tápénzen, alig várom az élőket, akkor nem mondj, jó titeket nézni. Egyél csak egészséged. Tinus szereti. Én 13 éves vagyok. Te vagy 13 éves? Akad. Gyerekek, nem tud, nem tehetek róla. Este mentek bulizni, siófokon? Meggyek, 5-kor kerül gyerekek. Gyertek fótra. Minek menjünk fótra? Reggel korán kelünk nagyon. Három ezer TD-i. Nem lehet, hogy a klímát nem bírod. Nem tudom, fogalmam nincs. Férjettől kérdezd meg, fogyókúra miatt, Jázió vagy jobb, vagy a kalóriabázis? Jázió. Andika vagyok. Nagyon szép vagy, Tinuska, én egy cigiről beszélek, ilyen rekedtem. Hát én nem vagyok nagy dohányos. Nem, az a baj, már kicsit hangosabban beszélek, vagy valami, már abban a pillanatban be is rekedek. De hogy mitől van ez? Mikor mentek Törökbe? Hát kimegy a jövő hét, és utána kedden. Ja, már jó lesz egy kicsit, menjetek Balatonszentgyörgyre enni, ott nagyon finom a kaja és olcsó is. Kicsit akad? Egy kicsit. Oltás mellékhatása. Nem, én már előtte is olyan voltam, nem? Klímától. Mennyien írtok. Én 13 éves vagyok, és beküldöttem ilyen angol valamibe, és majd megyek Törökbe és Portugáliába. De jó, ügyes vagy. A drága családom Emilióék Antalyában vannak, Törökországban, a Delfin Hotelben. Igen, tudom. Nekem van török ismerősöm, majd megmutatom neki, merre jártok. Oké. A mamiék is lent vannak a Balcsin. Igen, csak ők reggel 8-kor indultak. Hát ők ott is alszanak. De ők ott alszanak. Rok majd Brigibe, nekem is ez volt. Sokat beszélek meló miatt. Amúgy lehet, hogy én is azért van, hogy sokat beszélek. Hova? Balaton. Siófok. Hány év van közted meg Zoli között? 7 év. Tehát miért nem alusztok ott? Mert holnap dolgozunk. Így is helyettesítünk, és hát nem lehet szabít kivenni. Vagy, na hát mindegy. Majd más. Tina, te nem nagyon szoktál, én nem reggelizek. Nekem a reggelim az a kávé. Kávé és ez a bolond. Én elsőjé leszek 14. Isten éltessen sokáig, drágám. De még csak 27 lesz a jövő héten. Na igen, kimegy a jövő hét, és utána való kedd. Sopronba fúj a szél, 24 fok van. Nagyon kell. Jobb is az, minek az a nagy meleg amúgy. Jó, persze, természetesen a nyár arról szól, hogy jó idő legyen, meg mit tudom én, de amúgy ez nem normális. De, amit akartam mondani, basszus, elfelejtettem. Nekem hangszálpolipom lett, más a hangom. Ne idegesíts! 2 hét múlva augusztus, mentek Törökbe. Igen, ti nem utasd a körmöd. Én reggel nem is bírok enni, én sem. Ismeritek cserkeszőlőt? Nem. Nem kell, hanem hétfőket. Nem kell, hanem hétfő. Másodika. Tényleg? Tina, most csináltam a rántottököt. Jaj, de megenném a rántottököt. Nem hozol nekem? A Balcsira? Amelyik nap csináltál? Én minden nap megenném. Annyira szeretem, gyerekek, hogy minden nap megenném. Most azon gondolkoztam, hogy venni fogok majd 2-t, és összevagdosom, és berakom a hűtőbe. A fagyasztóba, hogy télen, mikor megkívánom, akkor frisset együnk. Félreértem, a lényeg augusztus 2. Alexandra, neked egész nap más hangok van, vagy időnként.
nem tudom, de hogy nekem mitől van ez, basszus. Szereted a frankfurti levest? Azt mondja, hogy ne, hát ez nagyon jó kaja. Én tök főzelléket főztem. Na azt imádom, a tök főzelléket, de csak pörköltet. Mert mivel a fasírtot nem szeretem, és a pörköltet nagyon jó kombinál. Imádom amúgy. És próbáld ki ne tejjel, hanem tejszínnel, még krémesebb lesz. Igazad van, nem strandidő, pedig új úszodák vannak kint élni, medence. Ó, basszus. És rossz idő van, mi? Lesztek este. Á, nem hiszem. Legjobb kaja. Én is akkor megyek táborba másodikán. Meg Portobágyit. Én rántott patiszont csináltam. Az is nagyon jó. Igen, teljesen megváltozott a hangom. Mélyebb lett sokkal, meg a hang. Sokat. Akkor elcsuklik a hangom. Szia Tina, jó utat kívánok. Köszönöm. Úgyhogy ennyi, gyerekek. Mikor lesztek fent megint, nem tudom. Fogalmam nincs. De jó lenne ide egy telefontartó, basszus. Most úgy csinálom, csináltam, kipróbáltam, nagyon jó lett. Na, jó van. Csinálsz a bolt? Már van töltött káposzta fönt. Tabacsi lesz live, kérlek. Hát majd mikor kajálunk, vagy valami. Szia Tinám, Vivi vagyok, nagyon-nagyon szeretlek titeket, imádlak itt nézni, vigyázzatok magatok. Puszi, Vivien. Na, másik is. Na, gyerekek, mutatom. Már csepereg az eső, lefolyik az arcomon, régi barátok. Ezt nézzétek, gyerekek, szakad. Még nem, de fog. Reméljük, hogy nem Balatonon jó idő van, basszus. Meghalok éhen, gyerekek. Tudsz mit csinálni? Kicsit az út is olyan jó, hogy nagyon. Hiányoztuk, igen, hova mentek? Balatonra, szeretitek a főtt kukoricát? Imádjuk. Pörköltet tetején nagyon buszkácsol. Gágyó lett. Esik eső, itt vagyok Balaton. Mit fogsz enni, halat? Nem tudom. Sziasztok, nagyon rossz idő van, siófokon, mi is azért nem mentünk. Mikor szoktál először enni? Hát ilyen 12. Szia, imádlak titeket, te vagy a példaképem, Reni meg Pisti Szlovákiából. Sziasztok! Itt nagyon meleg van megint. Siófokra jöttek? Igen. De hát, ahogy látjátok, azt mondja, hogy jó idő van. De állítólag meg Siófokon jó idő van. Hát a franc se tudja, basszus. Várjatok, meg kicsit ájkoszozni akarok. Addig ide raklak itt neked ide be. Na így lenne a jó-e. Várjatok, gyermekeim. Szeretitek a főtt kukoricát. A hangod klímától ilyen Balcsi, hétfő. Hát nem biztos, hogy a klíma, nem tudom, mitől van ilyen hangom, ne kérdezz. Nem fókuszál rám, na mindegy, majd máskor. Tegnap kitisztítottam a tegnap térdig érő víz. Tudom, láttam. Tegnap morhalom. Gyerekek, át, de annyit levettem, figyelj! Én szoktam nézni ilyen híreket a Google-n. Kiadják, hogy jövőre az lesz a divat, hogyha a nőknek szőrös lesz a hónalja. Hát gyerekek, én nem tudom. Azért ilyen divatok visszajönnek. És a nők fonatják majd, meg majd színesítik. Szóval olyan lesz, mint egy haj. Mi van, mondom? Én biztos nem fogom megcsináltatni. Nem már, esküszöm nektek. A hónaj kutya nagyon nagy divat lesz jövőre, már így is. Komolyan. Szőkíteni fogják, pazorra nyírják. Á, meghalok. Majd, hogyha megcsináljátok, akkor majd küldjetek képet. Hát most amúgy kitalálnak valami, én is olvastam. Na.
Meghalok. Esküszöm nektek, gyerekek, hogy az lesz a divat. Hála az égnek, hogy sose követtem a divatot. Én is van, akinél lát. Ja, hát amúgy jobban a férfiak, vett meg a nőknél is amúgy. Beesik az eső, nem baj? Volnai kutyára én is... Na. Jön a vihar megint, vigyázzatok magatokra. Jó rend? Audival, igen. Na jó, lehet, hogy nekem is lila lesz. Az még hagyján, de ha büdös, akkor kész vagyok. Hát igen. Szercsi Tina, nagyon szeretünk, szép vagy, köszönöm. Nekem mindig bejött, ha rekedes volt hangom. Langyos sós vízzel gargalizálj pár napot tortottam. Rendben, köszönöm. Én nem tudom, mitől van ez. De amúgy én meghalok. Egy hülye meg azt írta, hogy lehet izé rákos a hangszallagom. Rohadjon meg, aki ilyet mond, bazd meg. Komolyan mondom. Az ilyet mondani, na, most érted? Szia, Tina, szia, Balázs, Tina. Hát nincs jó idő, de hát. Ez amúgy szerintem a Balcsiról jött, mert azt mondja anyósom, hogy reggel nagy vihar volt. Hát ki tudja. Biztos neki rákos. Milyen színű az autó, csak belülről láttam, fekete. Hogy vagytok, Zoli? Nagyon csendben vagy. Fülörgői gégészetre mennyire mond, mi van, és megtükrözi. Jaj, nekem ne tükrözzön semmi. Sziasztok, szemöldöket. Hozzá. Itt 40 fok van. Hol vagy te? Imádlak. A sok hideg üdítő sem jó. Én nem nagyon iszok izét, csoda, tantum verde. Nem kellett nekem csinálni nemrég. Hová mentek, most kapcsolódtam be. Balatonra. Az eslány kocsi. Igen. Sziasztok, hogy vagytok? Zoli, nagyon csendes, mi a baj? Semmi, csak vezet. Nagyon rossz. Csak azért jelentkeztem be, hogy tudjátok, hogy szoci van velünk. Majd jön ez új videó, majd mikor eszünk, akkor lehet, hogy kesztáskát használtad már, hogyne, pont most is az van nála, a fekete. Úgyhogy legyetek jók, gyerekek, most lépek, mert nem lesz interneti, akadozni fog, semmi értelme. Majd onnan, jaj, majd onnan bejelentkezünk, jó nektek? Puszi, sziasztok!